valamilyen formában mindannyian vágyunk az önmegvalósításra, de kevesen érjük el a céljainkat, és kevesen vagyunk elégedettek. Az önmegvalósításhoz vezető első lépcsőfok önmagunk és a körülöttünk lévő világ elfogadása. Ha háborúban állok saját magammal, nem tudom elfogadni saját magamat, akkor erre vesztegetem az energiáimat, és nem marad kellő energia az előrejutáshoz. Ahhoz, hogy el tudjam fogadni magam, kellő önismeretre van szükség. Az önismeret egy rögös út, néha nehéz is, és egy életen át tartó feladat. De mégis megéri hosszú távon önismerethez jutnunk, mert enélkül nem képzelhető el az önbizalom, és az önbizalom a siker alapja. Hogyha valaki a kudarcokra, a félelmekre és a veszteségeire fókuszál, akkor egy idő után el fogja magáról hinni azt, hogy nem képes megtenni bizonyos dolgokat. A veszteségtől, a fájdalomtól, a kudarctól való félelem képes minket annyira megbénítani, hogy egy idő után már meg sem próbáljuk elérni a céljainkat, és nem teszünk ezért. Az önmegvalósításhoz fontos, hogy megkülönböztessük a külső és belső motivációkat. Ha valaki külső motivációból tűz ki maga elé egy célt, akkor ez nem önmegvalósítás, hanem megfelelés. Sokszor próbáljuk így önbecsülésünket megszerezni a külvilágból, a külső önértékelések, értékelések alapján, de ez mindig csak nagyon rövid életű lehet. Az igazi önbecsülést azt magunknak tudjuk megteremteni a saját belsőnkből. Ha azt csinálom, amit szeretek, akkor ez örömet okoz a számomra. Ha örömet okoz a számomra, akkor sok időt töltök vele, kellő energiát és időt fektetek bele, és ez meghozza a maga kis eredményét, sikert hoz. Ha sikeres vagyok, akkor még nagyobb lesz az önbizalmam, és az önbizalom által még több sikerhez jutok. Ezt nevezzük úgy, hogy szívemből teszek valamit, és ez az önmegvalósítás egyik nagyon jó útvonala tud lenni. Fontos, hogy célokat tűzünk ki magunk elé, mert ha valaki nem tűz ki célt saját magának, akkor egyszerűen hagyja magát sodortatni az élettel. Ha viszont van célunk, akkor kezünkbe vesszük az életünk irányítását, és tudjuk, hogy merre megyünk előre. Az önmegvalósításhoz szükséges az alapos önismeret, önmagunk elfogadása, a bátorság a változáshoz, hogy a céljaink érdekében merjünk kilépni a komfortzónánkból, akár hogyha kell, akkor konfliktust is felvállalni ez ügyben. És fontos, hogy vállaljuk a felelősséget a saját életünkért is. Fejezzük be a halogatást, és cseréljük ezt azonnali cselekvésre. Ha van egy terved, oszd fel apróbb lépésekre, ami már nem olyan ijesztő. A cselekvést kezd el még ma, és tegyél valamit a célod elérése érdekében, minden nap szánj rá időt és energiát.